A debreceni exkluzív esték közszereplő közelebbről sorozat célja, hogy a meghívott hírességeket a közönség közelebbről ismerhesse meg, és a személyes találkozó révén kérdéseket tehessenek fel nekik. A rendezvények vendégelőadói különféle témákat érintenek, így a közönség találkozhatott már többek között Sütő Enikővel, aki az egészséges életmóddal kapcsolatban tartott előadást, Majkával, aki a siker útjáról mesélt, Fenyő Ivánnal, aki a szerelmi kérdésekben adott tanácsot, vagy Pápai Jocival, aki amellett, hogy mesélt az életéről, hangjával is elbűvölte a látogatókat. Az események témája az életvezetés, önmegvalósítás, motiváció volt, mert most azt tapasztaltuk, azt láttuk, hogy nagyon sok közszereplő beszél arról, hogy mi a siker titka, mi a boldogság titka, mi az életük titka, és megosztják ezeket a tapasztalatokat, és a résztvevők szeretnek eljönni, mert hiteles választ kapnak egy-egy kérdésben. Pilát Gábor a tiszta érzelmek és zavaros párkapcsolatok szakértőjeként az összekúszált viszonyokról, a szerelmesek elé gördülő nehézségekről és azok megoldásáról tartott előadást Debrecenben. A tréner tabuk nélkül a párkapcsolatokról címmel létrehozott, mintegy 124 ezer követővel rendelkező közösségi oldalát 4 éve azzal a céllal indította, hogy tanácsot adjon mindazoknak, akik még nem találták meg az igaz szerelmet, vagy akik szeretnék megjavítani a már meglévő, de bajos párkapcsolatukat. Sokszor azt hiszük, hogy a szerelem önmagában elég, miközben az egy nagyon fontos dolog, azt gondolom, de az egyik része az egyenletnek. A másik oldalon, hogyha nincs ott az a gyakorlatban használható tudástár, akkor tiszavirág életű lesz, én azt látom. Sőt, tovább megyek, időnként azt is lehet látni, hogy nem túl jó állapotban lévő embereknél is ugyanúgy beüt a szerelem. Mert az nem kérdez, nem kopog, berúgja az ajtót, megélik fergeteges módon, kimaxolják a szexualitást. És miközben mindenki azt mondta a párról, hogy hát ők egymásnak lettek teremtve, és az idők végezetéig együtt maradnak boldogságban, és hogyha valahogy így láthatatlan szellemként visszajönnénk az életükbe 2-3 év múlva, akkor van esély arra, hogy egy nagyon ellaposodott, kiüresedett kapcsolatot látunk, vagy már esetleg nincsenek is együtt. Pedig a lendület az nagyon jó volt, csak azok az alapvető dolgok, az egymás felé való tisztesség, hogyan kezeljünk bizonyos helyzeteket és szituációkat, az nem volt meg. Pilát Gábor meglehetősen sokat foglalkozik a tabukkal, azok jelenlétével az élet területein, így természetesen a párkapcsolatokban előforduló korlátokkal is. Két ember megismerkedik egymással, és azt mondják egymásnak, hogy legyünk őszinték. És akkor ezt így megélik. Ugyanúgy, mint látják a másikon az őszintességet, és hogy ez úgy gerjeszti, mint amikor balláb-jobbláb megy fel a lépcsőnök, ezt így élik meg, és ez így is van jól. És a szexualitásban is ezt megélik. Igen ám, de egyszer csak mondjuk szaván fogja az egyik a másikat, vagy saját magát, mert ugye azt mondták, hogy itt őszinteség van, és hazamegy az egyik egy szép délután, és azt mondja a párjának, hogy te figyelj, mit szólnál ahhoz, ha... És mond egy ötletet, és nem csak szexuális témában, bármiben. Erre a másik ránéz, és azt mondja, hogy te hülye vagy? Hát velem? Ez biztos nem. Én ez nem adom a nevem. És nem csak, hogy nem megy bele a másik ötletébe, hanem még le is értékeli azt. És innentől kezdve azt látjuk, hogy ebből egy tabu lett, és nem fogja többet felhozni ezt az ötletét, de más ötletét se fogja elmondani. Ennek mértékében csökken a kommunikáció két ember között, csökken az affinitás érzése, és elkezdenek külön utakon járni. Az előadás a párkapcsolatok számos különböző problémáit is bemutatta. Számtalan verzió akad, amelyeket élethelyzetek nehézségei okozhatnak, és amellyel a feleknek előbb-utóbb szembe kell néznie. A múltnak a nyűgét mindenki szépen hozza egy ilyen láthatatlan hátizsákba, és amíg ezek nem kerülnek kitisztázásra, hát nincs túl sok jövője a kapcsolatnak. Nincs túl sok jövővel a kapcsolatnak. Miközben egyébként a szerelem, ugye ez változó, mert azt mondják, hogy olyan 2 év, amikor ugye elkezd hanyatlani. De láttam ennél sokkal rövidebb periódust is, és sokkal-sokkal hosszabbat is.
De minden esetre ez a kettő, amikor összejön, hogy jönnek elő azok a régi rossz beidegződések, sérelmek, és közben a másik oldalról meg még mondjuk a szerelem érzése is csökken, hát akkor ott nagyon hamar vége van a kapcsolatnak. Pilát Gábor előadásait országszerte százak látogatják, zömében nők. A tréner szerint a gyengébbik nem érzékenyebb, ha a párkapcsolati gondokról van szó, azonban ez a kérdés nem csak a nőket érinti. Értelemszerűen mind a kettőt érinti, és mind a ketten benne vannak. Tehát egyedül valaki nem tudja megoldani két ember problémáját. Tehát, sőt, tovább megyek, vagy még korábbra ugrom. Én azt gondolom, hogy minthogy csak jó alapanyagból lehet jó vacsorát főzni. Tehát, ha rossz az alapanyag, akkor akármennyire jó a recept, akármennyire jó a szakács, nem tud belőle jó vacsorát főzni. Tehát mind a kettőnek az esszenciális összetevője kell ahhoz. Tehát a párkapcsolat az két jó állapotban lévő embernek a jutalomjátéka. Az egy ilyen bónusz, ez egy ilyen plusz. Tehát mindig, amikor a párkapcsolat problematikájáról beszélünk, akkor az egyén problematikájáról beszélünk. Ha ők jó állapotban vannak, jó lesz a párkapcsolatuk. Az biztos, hogy a nők nyitottabbak. Sokat fogunk beszélgetni a női principiumokról is, meg a nők boldogságáról, de nem tudjuk kivenni a másik 50%-ot. Tehát meg lehet azt csinálni, hogy az egyikre koncentrál az ember és fókuszál, de hogyha másik nincs ott, ugyanúgy, mint amikor a párkapcsolatban azt mondjuk, hogy az érzelem és a racionalitás szorzata lesz a végeredmény. Nem tudjuk kivenni. Ugyanis az a tapasztalat, hogyha az egyik oldalra bekerül egy nulla, hát akkor az történik meg, mint amit általános iskola negyedikes korunkban megtanítottak nekünk, azt a nagyon egyszerű dolgot, az arra mindenki emlékszik. De mondjuk én is csak azért, mert a fiam két évvel ezelőtt volt negyedikes, de arra mindenki emlékszik, arra az összefüggésre vagy képletre, hogyha nullát bármilyen számmal szorzunk, akkor nulla marad. Tehát ez így van az értelem és az érzelem rovására is, és így van a férfi és a nő rovására is, hogyha az egyik nem teremti azt a kapcsolatot, kilép belőle, vagy elköveti azokat a hibákat, hogy sajnos ő már belevitte ebbe a képletbe a nullát, és a másik tótágastálhat, karikában hajlik, nagyon szeretem, mindent megbocsátok, és akkor se fog működni. A látogatók többsége nő, az életkor meghatározása azonban már közel sem ilyen egyértelmű. A párkapcsolati tanácsadó nem tartja nehézségnek a széles korosztály megszólítását, hiszen szerinte, még ha életkorukat tekintve különböznek is az előadást meghallgatók, problémáik sok esetben nagyon is egyezőek. Én azt gondolom, hogy más színezete van talán egy 20 éves ember megélésének ugyanabban a problémában, de ugyanezt majd, ha nem tanul belőle, ugyanezt fogja elkövetni 30 vagy 40 évesen is, mert ezek ismétlődnek. Tehát az nagyon szépen kirajzolódik, hogy a jövő általában a múlt másolata. Tehát így duplikálódnak a dolgok. Tehát ugye, mint amikor egy veszekedésnél valaki mond egy szót, a varázsszót, ezzel benyomja a másiknak a piros gombját, és onnantól kezdve lejátszák azt a lemezt. És szinte már pontosan lehet tudni, hogy mi lesz ennek a vége, egy hosszú veszekedés, és egymásnak hátat fordulva alszunk. És utána két napig nem beszélünk. Persze aztán a testi vágyak összehozzák az embert, jön a kibékülő szex, mindenki azt gondolja, hogy most itt rendben lett minden, közben semmi nem történt. A gondokat felismerni már fél siker, azonban tenni a jobbért a sikeres párkapcsolat titka. Erre hívta fel az előadó a látogatók figyelmét. Sokszor megjönnek a felismeréseink, hogy nem kéne csinálnunk, csak aztán nem születik meg vele a döntés, és nem követi egy cselekvés sor, és sajnos ilyen állapotban pedig még rosszabb helyzetbe kerül az ember, mint korábban. Mert ott legalább még megvolt annak a lehetőség, hogy ezért végigfut a sor, hogy felismerés, döntés, cselekedet. De amikor megáll a felismerésnél, viszont nem követi cselekedet, akkor sajnos az elme, az elég bonyolult szerkezet, az képes azonosítani azzal, hogy szinte, mint hogy ha már beszéltünk róla, ha már elnéztem, az már megoldódott. Tehát egy még nagyobb csapdába tud belekerülni az ember, amikor a felismerés után nem kezdi el csinálni a gyakorlatban. Pilát Gábor a debreceni előadásán arról is beszélt a közönségnek, mit gondol a rossz kapcsolatokról is, arról, hogy a végsőkig küzdeni kell azért, hogy helyre billenjen az egyensúly két ember között. Nem kell. Van olyan, hogy menthetetlen. Teljesen fölösleges őket összekötni kötéllel, ragasztókkal. Fizikailag meg lehetne csinálni.
Csak nincs értelme, hogyha már nincs az a mozgatórugó, amitől ez az egész tulajdonképpen élő lesz, mert hát azért nem gépek vagyunk. Tehát nyilván vannak játékszabályok, meg sok játékszabály, meg ezeket ki lehet hagyni, meg át lehet ugrani, meg figyelmen kívül hagyni. De hát hogyha csak ez lenne, akkor még egy kicsit könnyebb lenne a dolog, de hát akkor meg gépek lennénk, és nem azok vagyunk, hát érző lények vagyunk. Csak sokszor emellett meg elfelejtjük, hogy a másik oldal is létezik. Sokszor látom azt, amikor mondjuk, ugye az elején, amikor találkoznak, akkor nagyon elfogadóak az emberek. És utána, mintha így meg akarnak változtatni a másikat. Ugye, mint hogyha lenne bennünk egy olyan, hogy hát a jó Isten is a saját képmására teremtett minket, mi bennünk is van valami isteni, tehát akkor hogyan ne tudnám én megváltoztatni a másikat? És egyrészt ez nem tud sikerülni, mert nyilván nem lehet átformálni a másikat. Ráadásul, hogyha sikerülne, akkor meg nagyon unalmas lenne a dolog, mert akkor gyakorlatilag a saját klónommal is élhetnék. Tehát én mindig az a példa jut eszembe, hogy simán le tudna ülni az ember egyedül sakkozni. Simán. És nyerni is tudna, veszteni is, sötétet is, világosat is választhat, és nem élvezni a játékot. Pilát Gábort most párkapcsolati coach szerepben ismerte meg a debreceni közönség, az elmúlt 20 évben azonban mintegy 20 000 embernek tartott értékesítéssel, vezetéssel és kommunikációval kapcsolatos tréningeket. Mint mondta, azok az előadások rávilágították arra, hogy az alapvető igazságok és összefüggések az élet minden területén, így a párkapcsolatokban és a szerelemben is használhatóak.